Szóval, összeraknátok egy PC-t? Akkor jó helyen jártok. Ez a 2023-as PC összeszerelési útmutatom. Kezdjünk is neki, és először nézzük, hogy milyen alkatrészekre lesz szükségünk. Alaplap, processzor, processzorhűtő, memória, adattároló, tápegység és gépház. Ezek a 100%-ig szükséges alkatrészek egy PC-ben. Technikailag a gépház az nem az, de most nem bonyolítjuk a saját dolgunkat. Nagy valószínűséggel egy videókártyát is be fogtok majd szerelni, szóval készültem azzal is, csak úgy, mint merevlemezzel, két és félincses SSD-vel, valamint M.2-es SSD-vel is. Hogy ezek pontosan mik, ezekre majd visszatérünk, akkor, amikor beszereljük őket. A mai videót a DeepCool támogatta, az ő általuk biztosított alkatrészekre majd a videó végén részletesebben visszatérünk. A számítógép összeszereléséhez szükségetek lesz egy csavarhúzóra, lehetőleg mágneses végződéssel. Ezen felül pedig egy nagyméretű deszkped is jól tud jönni, illetve egyes emberek kihagyhatatlannak tartják a földelő karperecet, ami megvédi az alkatrészeket a bennetek felgyülemlett feszültségtől. Ez valami, amit nyugodtan hordhatok, és valóban egy elővigyázatossági lépés, azonban nem fogom azt mondani, hogy tegyétek, mivel én életem során soha nem hordtam, és eddig vagy 50 gépet szereltem össze, eddig mindegyik túlélte azt, hogy elektrostatikus karperec nélkül szereltem őket össze, ez nem azt jelenti, hogy lehetetlen, hogy ilyen esetben hiba történjen, de annyira kevés az esélye, hogy én nem fogom kötelezően ajánlani nektek. Most pedig, hogy informálódtunk, kezdhetjük a szerelést! Az első alkatrészemre szükségetek lesz, az az alaplap. Az alaplapot rakjátok a deszkpedetekre, ha nincsen ilyenetek, akkor helyezzétek a saját dobozára. Az alaplaphoz fog csatlakozni minden más alkatrészünk, kezdve a processzorral. Legelőször nyissuk fel az alaplapon a processzor foglalt fedelét. Ehhez nyomjátok le a kis kampót, majd egy kicsit oldalra húzva a mechanizmus felnyitható. A processzor egy műanyag védőcsomagolásban érkezik, ezt nyissátok ki óvatosan, és fogjátok meg két oldalán. Ne fogjátok meg a felső fényföldetet, és semmiképpen ne érjetek az alsó érintkezőkhöz. Ajánlott, hogy ne fogjátok a sarkainál fogva a processzort, mivel akkor könnyedén elfordulhat az ujjaitok között, ez pedig megsértheti a foglalatot behelyezéskor. A processzor foglalat nagyon érzékeny, és hogyha megsérül, nagy valószínűséggel venetekkel egy új alaplapot, szóval ezzel vigyázzatok. A processzort a megfelelő orientációban helyezétek be a foglalatba, majd hajtsátok le a fény és a kis pöcköt akasszátok vissza. A helyes orientáció segít egy apró háromszög a foglalat és a processzor sarkán, illetve apró bemetszések a foglalat mentén. A processzor után helyezzük be a memóriát. A memória foglalatok a processzortól jobbra helyezkednek majd el, kettő vagy négy csík formájában. Ha egy memória modult raktok be, azt rakjátok balról a negyedik foglalatba. Ha kettő modulatok van, akkor a második és a negyedik foglalatot használjátok hogy ennél több modulatok lenne, akkor csak töltsétek fel a megmaradt helyeket. A foglalat egyik oldalán, vagy egyes alaplapok esetében mindkét oldalán le kell hajtanatok egy kis műanyag pöcköt. Ezután a memóriát helyezétek be a foglalatba, és egyenletes erővel nyomjátok le mind a két oldalt. Ha a kis műanyag pöcök visszaugrott eredeti helyzetébe, akkor a memória a helyén van. Most helyezzük be az M.2-es SSD-nket. Ez a legkisebb hordozó, amivel a mai nap foglalkozni fogunk, és ellenben mondjuk egy merev lemezzel, ez egyenesen az alaplapokra kell szerelnünk. Általában van egy hűtő, amit el kell távolítanunk ahhoz, hogy hozzáférjünk a foglalathoz, de olcsóbb alaplapokon megeshet, hogy ez nem található meg rajta. Az SSD-t így a foglalatba, nyomjátok be, majd eresszétek le és csavarozzátok a helyére. Egyre több alaplap egy ilyen csavar nélküli megoldás kezd alkalmazni az SSD helyben tartásához, de nem kell megijedni, hogyha a tiétekben még csavarozni kell. Ezek után ne felejtsétek el visszahelyezni a hűtőt, előtte azonban távolítsátok el a hűtőről a védőfóliát, amiben van rajta. Hogyha ezzel megvajtok, akkor itt lenne az idő beszerelni a léghűtőt a processzorra, azonban a mai nap mi vízhűtés fogunk használni. Sajnos, mivel minden hűtőnek egy picit eltér majd a beépítési folyamata, ezért ahhoz, hogy megfelelően be tudjátok őket szerelni, kövessétek részletesen a mellé kapott utasításokat. Most nekiállhatunk a háznak. Távolítsuk el az oldalpaneleket, hogy könnyebben dolgozhassunk a gépen. Hogyha moduláris tápegységet használtok, ajánlat ilyenkor bedugni a kábeleket, amiket használni fogtok majd, mivel utólag eléggé nehézkes a csatlakoztatásuk. Itt az idő behelyezni a gépnek az aljába, és amelyben a gépházatok alján vannak légzőnyílások, akkor a tápegységet mindenképpen ventilátorral lefelé helyezzétek be. Itt nincs más dolgunk, mint a hátoldalon található lyukakhoz igazítani a tápot, majd a mellékap csavarokkal rögzíteni azt. Ezután fektessük oldalra a gépházat, és helyezzük be az alaplapot hogyha az alaplapotok egy külön I.O. shield -el érkezik, ez a lyukacsos kis fémlap, akkor azt először pattintsatok be a gép hátulján annak megfelelő nagy nyílásba. Az általam használt alaplapon ez be van alapból építve, szóval nekem ezzel nem kellett bajlódnom. Behelyezés után ne felejtsétek el becsavarozni az alaplapot az összes távtartónál itt az idő behelyezni a vízhűtést. A mellékelt csavarokkal csavarozzátok a radiátort és ventilátorokat együtt a gépház elejéhez vagy tetejéhez, attól függően, hogy hol van hely a radiátorotoknak. Erről egyébként előre informálódhattok a gépházatoknak a termék oldalán. Hogyha rögzítettük a radiátort, csatlakoztassuk a pumpát a processzorra. Ne felejtjétek, hogy távolítsatok el minden műanyag védőanyagot az érintkezőről, illetve, hogyha alapban nincsen paszta a hűtőtökön, akkor ezt mindenképpen rakjátok a processzorra felhelyezés előtt. Ha ezzel megvagyunk, itt az idő bekötni a kábeleket. A 4, 8, 12 vagy 16 pines tápellátás a processzornak az alaplap bal felső sarkában, a 24 pines alaplapi áramellátás a jobb oldalon, az előlapi jack csatlakozó általában az alaplap bal alsó részén, USB 2.0-es csatlakozó általában az alaplap alján, USB 3.0 általában az alaplapnak az oldalán, illetve USB 3.1 szintén általában az alaplap oldalán. Természetesen nem fedkezhetünk el az előlapi csatlakozókra, mint a bekapcsoló gomb, a reset és a hozzájuk tartozó fények, amiket az alaplap jobb alsó sarkában kell majd bekötnünk a leírás alapján, valamint nyilvánvalóan be kell kötnünk az összes ventilátorunkat. A processzort hűtő ventilátort vagy ventilátorokat mindig a CPU fan megjelölésű ventilátor foglalatba kell kötnötök, amelyben pedig vízhűtést használtok, akkor a vízhűtésnek a pumpáját az AIO pump, a vízhűtést hűtő ventilátorokat pedig a CPU fan helyre kell kötnötök. Amennyiben vízhűtést használnátok, de az alaplapokon nincsen AIO pump jelölésű foglalat, akkor kössétek a pumpát a CPU fan foglalatra. Ha beszerelnétek merevlemezeket, vagy kettő és fél hüvelykes SATA SSD-ket, azoknak mindig van dedikált hely a gépházban. Nézzetek előre utána, hogy az általatok kiválasztott gépházban megvannak-e az általatok igényelt foglalatok. Mind a merevlemezeket, mind pedig az SSD-ket el kell látnotok egy SATA tápkábellel, illetve egy SATA adatkábellel, ami adatkábel másik oldala az alaplapra csatlakozik majd annak oldalán vagy alján sem a SATA adatkábelt, sem pedig a SATA tápkábelt nem tudjátok majd rosszul csatlakoztatni, mivel a csatlakozók ellen alakúak. Most pedig helyezzük be a videókártyát. Távolítsuk el a megfelelő hátsó takaróelemeket, majd helyezzük a kártyát a legfelső PCI Express sínbe. Ezek a legnagyobb, leghosszabb, egyes esetekben fémmel megerősített vízszintes foglalatok az alaplapon. Miután a kártya bekattant a helyére, a takaróelemeket tartó csavarokkal rögzítsétek a kártyát, majd csatlakoztassátok a PCI Express tápkábeleket a kártyába. Hogyha mindezzel megvagytok, állítsátok fel a gépházat, csatlakoztassátok a tápegységet az áramforráshoz, és kapcsoljátok be a gépet és ezzel össze is szeretétek a számítógépet. Szeretnék gratulálni, most már csak egy operációs rendszertelepítés választáltéteket attól, hogy használatba is vehessétek. Most pedig, hogy a PC-nk elkészült, szeretnék egy kicsit részletesebben beszélni azokról az alkatrészekről, amelyek lehetővé tették ezt a mai videót. Kezdeném a sort a Deepcool CH510 Mesh gépházzal, ami a 40.000 forintos árával már a komolyabb árkategóriába tartozik, szerencsére azonban hozza is az elvártakat. A felületkezelés hibátlan volt, minden potenciálisan éles felület rendesen le volt kezelve, egy fekete alumínium gépházról beszélünk, bal oldalán egy sötétített edzett üveglappal. Ez az üveglap teljesen csavarmentesen, mágnesekkel van helyben tartva, ami talán az egyik legjobb megoldás, amit eddig láttam. A másik oldal kaptív csavarokkal van fenntartva, tehát nem fogjuk elhagyni őket. A tápegység alatt, illetve a ház elején és oldalán is porszűrők fogadnak majd minket, utóbbi kettő mágneses a könnyebb takarításért, ventilátorokban azonban csak egy jár majd a gépházhoz, a hátsó fertályon. ATX ház mi voltjából igencsak sok hely van benne, és nem lesz olyan videokártya, ami ne férne el benne kényelmesen, valamint, hogyha vízhűtésen gondolkodnátok, akkor radiátort a tetejébe és az elejébe is tudtok majd fogadni, elő 360, fönt 280 mm-es radiátor a maximális méret. A pincehelyiségben találunk majd egy merevlemez foglalatot, illetve az alaplapitálca mögött kettő szerszámmentes SSD foglalat is helyet kapott. Nem kell majd aggódni a tápegység hossza miatt sem, hogyha véletlenül nem férnénk el, a merevlenes foglalat eltávolítható. Ha már a tápegységről beszélünk, a PQ750M egy 80 plusz goldos tanúsítványjal ellátott darab, hátán egy eko kapcsolóval, ami lehetővé teszi, hogy kisebb fogyasztás mellett a ventilátort kikapcsolva tartsa néma működésért. A megjelenése nekem kifejezetten tetszett, bár a ch 5 es gépházban még csak betekintő ablak sincs rá. A tápegység teljesen moduláris, és minden szokásos kábelt megkapunk majd mellé a kötelező 24 es alapapi áramellátástól kezdve egészen a molexekig. Csak japán kondenzátorokat használnak a lehető legmegbízhatóbb működésért, és a ventilátor is hidraulikus folyadék alapú csapályakat kapott a sima és csendes működésért. Nem éppen egy olcsó darab, de a működésének a stabilitásában én nem kételkednék. A vízhűtés egy 360 mm-es radiátorral szerelt LT720, három tökéletesen illeszkedő ventilátor és felfogatási lehetőség a legújabb Intel és AMD processzor foglalatokra. A blogban egy negyedik generációs pumpa található, amin egy RGB-világítással szeret sapka foglal majd helyet. Ez mágnesesen marad a helyén, és beszereléskor könnyen eltávolítható. Alapjáraton majdnem néma üzemelést, és igencsak szép teljesítményt kapunk egyébként tőle. Az én esetemben egy Ryzen 7 7700X-et hűtött, és 100%-os processzor terhelés mellett sem melegedett a processzor egyik egy 87 fok fölé, annak ellenére, hogy az 5,2 GHz-en futott. Ha engem kérdeztek, nem lesz probléma a ennél a vízhűtésnél, és még megemlítendő, hogy alapból pasztázó volt egyébként a blokk, szóval a felhelyezés még ilyen szint de is meg van könnyítve. Az egyik kedvenc apró kisegítésem egy ventilátor elosztó volt, amivel három ventilátort egy csatlakozóra tudtok majd dugni az alaplapon, így még Micro-ATX vagy Mini-ITX alaplapokkal sem lesz problémátok. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a Deepcool-nak, nélkülük ez a build nem jöhetett volna létre, és amennyiben nektek segítségetekre volt ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Amelyben pedig lenne valamilyen olyan ötletetek, ami esetleg kimaradt volna a mai videóból, vagy nem lett volna elég egyértelmű, azt mindenképpen írjátok meg a kommentekbe, hogyha legközelebb ilyen videót csinálnék, akkor azokra ne felejtsük el kitérni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, lehetek jók, és sziasztok!